Mi sokkal többre számítunk, mint amennyi az előző két választásnál volt. Gábor Ferenc, a területi választási iroda vezetője azt mondja, az önkormányzati választás más, mint a többi. A májusi európai parlamenti választás előtt szinte csak központilag folyt a kampány, ezért kevés kifogás érkezett helyben, és a 2018-as országgyűlési választás kampánya alatt sem volt kiemelkedően sok dolguk a választási bizottságok tagjainak a kifogások elbírálásával. Az önkormányzati választási kampány ideje alatt viszont jóval többre számítanak. Sokkal személyesebb a kampány. Ebből kifolyólag sokkal nagyobb a versengés, és ebből kifolyólag azt látjuk, hogy azt gondoljuk, hogy sokkal több kifogás fog érkezni a választási bizottsághoz, mint az előző kettő választásnál, az EP választásnál és az országgyűlési választásnál. Tehát mi arra készülünk, hogy több kifogás lesz. Szeptember 9-éig lehetett jelölteket bejelenteni, attól kezdve lehet mondani, hogy tulajdonképpen élesbe fordult a kampány. Aki törvénysértést tapasztal ennek során, az kifogással élhet, amit a helyi választási bizottságok bírálnak el első körben. Dolguk van bőven. A jelöltek nyilvántartásba vétele megtörtént, a sorrendeket is megállapították. A szekszárdi választási bizottság azóta szinte 2-3 naponta ülésezik, és eddig mindegyik ülés napirendjén szerepelt kifogások elbírálása is volt, hogy csak az. 3 napon belül döntést kell hozzanak, ami ellen persze lehet fellebbezni, azok az ügyek jutnak a megyei szintre, vagyis a területi választási bizottság elé. Nekünk is szűk a határidőnk, 3 nap áll rendelkezésre, hogy a területi választási bizottság hozzon egy döntést, és ez ellen is még lehet egy jogorvoslati fórum, bírósági felülvizsgálat, ez pedig szintén a területi választási bizottság döntés ellen lehet benyújtani, és a pécsi ítéltáblához fogjuk felterjeszteni. A rövid határidők azért vannak, hogy ne húzódhassanak el az ügyek, és ne befolyásolhassák a választás végeredményét, illetve hogy mielőbb értesülhessenek a választópolgárok, a jelöltek, jelölő szervezetek is, hogy a tevékenységük helytálló-e vagy sem. Fellebbezés elmulasztása esetén a döntés kötelező az érintettekre nézve, ismétlődő törvénysértés esetén pedig a választási bizottságok akár bírságot is kiszabhatnak.